Vendégem pedig Fűrész Tünde, a Kincs elnöke. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Orbán Viktor ugye Tusnádfürdőn bejelentette, hogy 2025-től a gyermekek utáni adókedvezmény duplájára emelkedik. Most a számokat megnézve, az egygyerekesek most ugye 10 000 forintot kapnak, a kétgyerekesek havi 40 000-et, a háromgyerekesek pedig havi 99 000 forintot. Leginkább a 2 és 3 gyermekeseknél ez nagyon szép emelkedés. Mennyire lesz ez majd egy hatékony segítség, hogy látja a családtámogatási rendszerben, hogy ez az időszakos megtorpanás, ami most megfigyelhető Magyarországon, a kicsit pozitívabbra forduljon? Azt gondolom, hogy két szempontból is nagyon nagy jelentőségű ez a bejelentés. Egyrészt demográfiai szempontból, hiszen biztos vagyok benne, hogy sokan, akiknek most egy gyerekük van, elgondolkoznak azon, hogyha jövőre születne egy újabb gyermekük, akkor a mostani 10 000 forint helyett 80 000 forint maradhatna náluk havonta, vagy egy kétgyerekes család, aki mondjuk elgondolkozik azon, hogy jöhetne most már a harmadik, ott is a mostani 40 000 forint helyett közel 200 000 forint maradhatna náluk minden hónapban. Tehát anyagilag mindenképpen egy olyan lehetőség, amely akár demográfiai szempontból is javíthat a mostani nem túl kedvező születési számokon. És mivel több pénz marad a családoknál, ezt feltetően elköltik, fogyasztják, a fogyasztás pedig erősíti a gazdaságot, tehát egy gazdaságélénkítő hatása is lehet ennek az intézkedésnek. A mostani megtorpanás, ami megfigyelhető Magyarországon, teszem hozzá, Belgiumban is, 70-80 éve nem látott mélységben van a születések száma. Ezt elsősorban önök mivel indokolják, minek lehet ezt betudni? Egyrészt nagyon nehéz évek vannak mögöttünk, kezdődött a koronavírus járvánnyal, és ezt követően a ukrán-orosz háború, az emiatt kialakult gazdasági helyzet, infláció, egyáltalán az instabilitás érzése, ezek mind-mind azt idézték elő, hogy sokan halogatják a gyermekvállalást, sokan kivárnak talán, és várják azt, hogy kicsit nagyobb biztonságban, nagyobb kiszámíthatóság között élhessük az életünket. És hát talán az is egy fontos tény, hogy, pont az utóbbi években látjuk azt, hogy az a fajta család fogalom átértelmezés, a családnak mint értéknek a relativizálása, az a fajta posztliberális woke ideológia is mindenhonnan árad tulajdonképpen az életünkbe. Tehát van egy front, amit a anyagi oldalon kell megvívni, és van egy front, amit pedig a, hát tulajdonképpen az érzelmek oldalán, úgyhogy nem könnyű a helyzet, nem vagyunk könnyű helyzetben, az egész nyugati világ tulajdonképpen küzd ezekkel a kihívásokkal, és ez mutatkozik meg a számokban, hiszen ahogy említette, valóban minden európai országban nagyon kevés gyermek születik. Már évekkel ezelőtt is beszélgettünk arról, hogy a kormányzat komplexen kezeli a családtámogatási rendszert, hiszen ez több tényezőből tevődik össze, hogy egy-egy fiatal pár vállal-e gyermeket, és hogyha igen, akkor hány gyermeket vállal. Hogyha komplexen nézzük ezt a kérdéskört, akkor mit gondol, segít ez az intézkedés csomag azt megvalósítani, hogy a szülőképes nők kicsit fiatalabban vállaljanak gyereket, mert ugye az ő életkoruk is kitolódott, illetve az, hogy a kívánt gyermekek valóban meg is szülessenek, és most nem azt nézzük, hogy egy vagy kettő vagy több, hanem inkább az, hogy aki szeretne, az tényleg tudjon és vállaljon is. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és a felméréseink időről időre ezt mutatják, hogy még mindig a átlagos vágyott gyermekszám az 2 körül van. Tehát látjuk, hogy a reprodukcióhoz szükséges gyerekszámra vágynak a magyar fiatalok, a magyar családok. Az, hogy ezek a gyerekek megszülessenek, ahhoz valóban az kell, hogy biztonságban érezzék magukat, anyagilag járjanak jobban azokhoz képest, mint akiknek nincsen gyermekük, tehát ne jelentsen jelentős anyagi hátrányt, hogyha egy gyermek megszületik egy családban. És hát fontos, hogy valóban erre építkezzünk, hogy ez a gyermek utáni vágy megvan, ez számos módon segíti a kormányzat. A családpolitika egyik zászlóshajója éppen a családi típusú adózás, amelynek ez az elsődleges célja, hogy anyagi értelemben járjon jobban az, aki vállalja a gyermekneveléssel járó plusz felelősséget. És a másik kedvelt eszköz, ilyen támogatási eszköz a babaváró hitel. Az elmúlt időszak tapasztalata mit mutat, a fiatalok mennyire vették igénybe, és ezzel mennyire tudták megvalósítani azt, hogy családot alapíthassanak?
Az idei, most júliusban éppen 5 éves a babaváró támogatás, és azt látjuk, hogy már 250 000 házaspár vette igénybe. Ez ugye nagyjából 500 000 házast jelent, nekik már eddig 211 000 gyermekük született, tehát összesen 700 000 magyar emberhez már biztosan elérte a babaváró támogatás, meg segítette a családalapítást. És hát azt is láttuk, hogy eleinte nagyon kedvezőek voltak a demográfiai és a demográfiai mutatókra is a hatásai. Most ugye látjuk a visszaesést, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos segítség akkor, amikor valaki gyermeket tervez és családot akar alapítani. Hogy látja, a különféle családtámogatási intézkedések enyhítik azt, amit a világgazdaság a magyar családokra, emberekre ró? Gondolok itt a magas inflációra, az energiaárakra, hadd ne soroljam fel az összes olyan tényezőt, ami mondjuk rajtunk kívülálló ok, de szükséges ahhoz, hogy anyagilag is biztonságban érezzük magunkat. Mindenképpen igazából, ha tágan értelmezzük a családtámogatást, akkor a rezsicsökkentéstől kezdve az otthonfelújítási támogatásig nagyon-nagyon sok mindent bele tudunk ebbe érteni, és ezek mind-mind azt szolgálják, hogy a mindennapjaink azok stabilak maradjanak, harmonikusak maradjanak, még akkor is, hogyha körülöttünk ilyen nehézségek vannak a világban. Hadd kérdezem meg, jó néhány évvel ezelőtt voltak azok a hangok, amelyek arról szóltak, hogy a kormány szálljon ki a méhünkből, és az magyar nőket ne szülő automatának gondolják és képezzék őket. Megfordult ez a tendencia, mert viszonylag kevesebbet hallunk most ilyen véleményeket. Menő most már családot alapítani, szülőnek lenni? Én azért sajnos még mindig meghallom ezeket a hangokat, és hallom azt, amikor úgy beszélnek a gyermekről, mint ami teher, mint ami valami korlátot jelent, a szabadságunkat elveszi, miközben hát minden felmérés kimutatja azt, hogy a gyermek egy boldogságforrás, és tulajdonképpen a társas kapcsolatok közül talán a szülő-gyermek viszony az, ami a legstabilabb, és a legtovább tart, és a legnagyobb stabilitást nyújtja, úgyhogy még mindig vannak ilyen hangok, és sajnos az is látható, hogy valamelyest nő nem csak Magyarországon, hanem mindenütt a gyermektelen a részaránya, bár hozzá kell tenni, hogy Magyarországon nem tudatos gyermektelenségről van szó, hanem általában a körülmények okozzák azt, hogy végül valaki gyermek nélkül marad. És mennyire van meg az a társadalomban, ami 10-20-30 éve megvolt, hogy karrier vagy család? Én itt nagyon nagy javulást láttam az elmúlt nagyjából másfél évtizedben, amikor 2010-ben például a családbarát munkahelyekről beszéltünk, akkor nem is értették, hogy ez egyáltalán micsoda. Ma pedig úgy látom, hogy akár már a gazdasági életben teljesen elfogadott, hogy valakinek egyszerre legyen munkája és egyszerre legyen gyermeke is. Ma már a munkavállalás, a gyermekvállalás sokkal inkább egymást erősítő tényezőkké váltak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm.